Petíciót indít, és a kórházak elé települ ki a Társaság a Szabadságjogokért több aktivistája. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ugyanis még mindig nem adta ki a jogvédő szervezetnek a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat. Az akcióval azt szeretnék elérni, hogy a kormány hagyja abba a titkolózást, és segítse, hogy az emberek megismerhessék a valós helyzetet az egészségügy egyik legsúlyosabb problémájával kapcsolatban. A stúdióban Asbót Márton. Hát van egy tragikus hír, ami az egészségügyel való foglalatosságot a mai napon különösen aktuálissá teszi, hogy elhunyt egy beteg, aki műtétre várt, és az orvosát kirúgták. Azt a bizonyos főorvost, aki a szívműtétek specialistája volt. Az ön ügye nem ez az ügy. De a betegjogokkal végül is valamilyen módon összefügg, ami meg az ön ügye, mert pontosan a betegjogokkal foglalkozik, és ezért hívtuk, és ott is van miről beszélnünk. Ennek kapcsán is van talán betegjogi felvetése? Igen, jó estét kívánok! Mi is olvastuk a hírt, és hát nagy megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy ezek a politikai hullámok ilyen konkrét tragédiákhoz tudnak vezetni. Nagyon szeretnénk felvenni a kapcsolatot a családdal, hiszen ez abszolút egy betegjogi probléma, és jó lenne kideríteni az ügynek a részleteit. A beteg ott csorbul, hogy nincs meg az az orvos, aki elvállalta a műtétet, és akinek a műtétjére időpontra ki volt már írva a beteg, vagy hol érzi azt, hogy konkrétan csorbult a beteg ellátáshoz való joga? Nem tudjuk a részleteket, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, de az ellátáshoz való joga az ott sérült, hogy úgy tűnik, hogy ez egy diagnosztizált beteg volt, aki valóban arra várt, hogy megkapja azt az ellátást, ami megmenthette volna az életét, és ami a hírekből tudható, abból az látszik, hogy ez a PTNR politikai vagy jogi, munkajogi kavarás az oda vezetett, hogy ő nem kapta meg azt az ellátást, ami járt volna neki, és az az életébe került. De úgy látjuk, hogy nem ez az egyetlen kaotikus jelenet most. Egy mondatot engedjen meg, az előző július közepén vizsgálták az Országos Kardiológiai Intézetben a beteget, ma kiadott az intézet egy közlemény, miszerint nem is az ő betegük volt. Én ezt nem kommentálnám, aztán majd egyszer megtudjuk talán azt, hogy mi a valóság ebben az ügyben. Viszont az ön története. Ugye a TASZ, mert hogy a kormányzat azt ígérte, hogy a különféle kórházi fertőzések ügyének a végére állt Kásler Miklós beiktatási beszéde gyakorlatilag részben erről szólt, kérte, hogy ezeket az erről szóló dokumentumokat megismerhesse. És akkor most hol tartanak ezzel? Hát mi 2016 eleje óta hangsúlyozzuk, hogy a kórházi fertőzésekről szóló adatoknak nyilvánosaknak kellene lenniük, és két párhuzamos történet zajlik. Az egyik, hogy nekünk folyamatban van egy perünk a minisztériummal szemben, ami arra irányul, hogy kórházonkénti bontásban megismerhessük az adatokat. Ezt már másodfokon is megnyertük, most a kúria előtt van az ügy, a minisztérium érveit látva nem kétséges, hogy hogyan fog dönteni a kúria, igazából jogi jellegű érveket nem hoztak fel, tehát tulajdonképpen... Miért jó időt húzniuk? Mire való? Nem tudjuk, hogy mire jó időt húzniuk, hiszen az adatok nyilvánosságra fognak kerülni. Mi ezért küzdünk, és el is fogjuk érni ezt a célt. És eközben minden év szeptember 1-jéig nyilvánosságra kell hozni az előző évnek az összefoglaló jelentéseit. 2017-es évre vonatkozóan 2018. szeptember 1-jéig kellett volna megtörténni, ez több mint egy hónapja volt. Megsérti a jogszabályt a minisztérium és a háttérszervei, hogy nem teszik nyilvánossá ezeket az adatokat. Tavaly is csúsztak, körülbelül 20 napot, de hát most már több mint 30 napos csúszásban vannak, és ma odáig fajult a hangulat az irodánkban, hogy elkezdtünk találgatni, hogy hát mi lehet az ok, hogy nem képesek több mint 9 hónap alatt elkészíteni ezt a jelentést, de aztán rájöttünk, hogy ez egy nagyon rossz irány, nekünk nem kell empatikusnak lenni a minisztériumban, hiszen jogszabály kötelezi őket arra, hogy hozzák nyilvánosságra ezeket az adatokat, ugyanúgy mint ahogy mindenkinek be kell tartani a jogszabályokat, ez a minisztériumra is vonatkozik. Ez a kavarás, ez a hallgatás, a tényeknek az elhallgatása, ez egyrészt jogellenes, másrészt pedig nagyon tisztességtelen azokkal a betegekkel és azokkal a hozzátartozókkal szemben, akik tömegesen vannak jelen az országban, és akik, vagy akiknek a hozzátartozója a kórházi fertőzést kapott. Emiatt önök petíciót indítanak, meg egyúttal a kórházak elé kitelepülnek. Ez gondolom engedély kell, hogy a kórházak előtt gyűjtsék az aláírásokat például, nem?
Megpróbálkoztunk azzal, hogy a kórházakban, a kórházak épületében gyűjthessük hát az illúzió az aláírásokat, azért. És hogy tájékoztathassuk a betegeket a jogaikról, és hogy arról, hogy mi illeti meg őket az ellátás során. Azokat a válaszokat kaptuk, amelyek egységesen arra utaltak, hogy a betegek maximálisan tájékozottak a jogaikról, nincs itt szükség semmiféle tájékoztatásra. Úgyhogy kiszorultunk az utcára, de ott leszünk a következő hónapban Budapesten és vidéken a kórházak bejáratainál, hogy ott tudjunk jogi tájékoztatást és jogi segítséget nyújtani az embereknek, ahol a leginkább akúta. Most hogy képzeljem, ott ülnek kint egy stannál a kórház előtt, jön egy járókelő, látják, hogy a kórház felé veszi az útját, és akkor megállítják, és elmondják, hogy mire van joga, és mit követelhet meg az intézménytől? Megszólítjuk, vannak tájékoztató anyagaink, megkérdezzük, hogy van-e olyan problémája, amiben tudunk neki segíteni, van-e panasza az egészségügyel kapcsolatban, és hát természetesen általában azt szoktuk látni, hogy az embereknek van panasza. Illetve meg szoktuk mutatni azt is, hogy van egy petíciónk, ami arról szól, hogy megmutassuk, hogy mekkora a társadalmi támogatottsága annak, hogy a kórházi fertőzéses adatok nyilvánosságra kerüljenek. Azt látjuk, hogy azokat, akiket eddig megszólítottunk, azok mind értően bólintottak, amikor azt mondtuk, hogy kórházi fertőzések. Az emberek ismerik ezt a problémát, és felháborítónak tartják, hogy nem lehet róluk tudni a részleteket. Nem tudhatjuk a tavalyi adatokat, nem tudhatjuk a kórházanként bontásban az adatokat, úgyhogy gyűlnek és gyűlnek az aláírások. Ezeket nem csak személyesen lehet megtenni, jövő kedden például a Nagyvárad téren, a Szent László és a Szent István kórház előtt leszünk, hanem a TASZ honlapján is lehet csatlakozni az aláírókhoz, és kifejezni, hogy egységes a magyar társadalomnak a véleménye, a kórházi fertőzésekről szóló adatoknak nyilvánosaknak kell lenni. Annyira szép kereken elmondta, hogy tulajdonképpen csak rontani tudok a helyzeten, amíg kérdezek valamit, de nem bírom ki. Azt mondja, hogy megállítják az embereket, vagy odahívják, vagy megszólítják. Elmondják a problémáikat. A legtöbb embernek van valami problémája, ha már el tudja mondani valakinek, elmondja, és helyt tudnak önök állni ezekért? Tudnak segíteni nekik? Van hozzá apparátusuk, van elég emberük, hogyha valaki egy konkrét történetet elmond, és ön például úgy véli, hogy ez valóban jogsértő, akkor tud neki segíteni? A TASZ ingyenes jogi képviseletet is vállal, tehát azokban az ügyekben, amik stratégiai jellegű ügyek, megvan a kapacitásunk arra, hogy akár bíróság vagy más szervek előtt képviseljük az embereket. De általában azt tapasztaljuk, hogy az is óriási segítség, hogyha segítünk eligazodni abban az útvesztőben, amiben a magyar beteg kering. Legyen szó akár a betegutakról, vagy legyen szó akár arról, hogyha valakit valamilyen sérelem ér, akkor fogalma sincs arról, hogy hol tudja ezt a sérelmét orvosoltatni. A betegjogi képviselők gyakorlatilag elérhetetlenek, a bíróság az nagyon távol van az emberektől, tehát hogyha néhány jó szóval orientálni tudjuk őket, hogy hol tud, hogyan tud a panaszára orvoslást találni, már az is óriási nagy szó szokott lenni. Márton volt a vendégünk, a TASZ magánszféra projektjének vezetője. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.